A Nemzetközi Úszószövetség égisze alatt 1973 óta rendezik meg a vizes sportok világbajnokságát. Annak idején Belgrádban még csupán 4 sportágban úszás, szinkronúszás, műugrás és férfi vízilabda avattak bajnokokat. Napjainkban már 6 sportágban 75 versenyszámban küzdhetnek a világ legjobbjai. Mára az esemény a világ legjelentősebb sportviadalainak sorába emelkedett. Budapest pedig másodszorra ad otthont a június 18-án kezdődő vizes VB-nek. Csanádi Kristóf folytatja. Köszönöm szépen, és itt van a stúdióban Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! 3 nap van tehát vissza a rajtig, ami a férfi válogatottat illeti 21-én kezd Montenegro ellen, a nők pedig 20-án Kolumbia ellen. A szövetségen belül nagy már az izgatottság a kezdést illetően? Hát mi február 7-e óta, a bejelentés óta azért eléggé mékaszerűen megmozdultunk, és hát nem csak mi, hanem a különböző szövetségek munkatársaival együtt, és azok az emberek, akik még mellettünk dolgoznak, tehát rengetegen, több mint 300-an, így a február 7-e óta, hát 24 órában dolgozunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden helyszín az elkészült, és most már tényleg várjuk az első sípszót. Ami a jegyértékesítést illeti, azt azért olvashatjuk a különböző portálokon, hogy hatalmas az érdeklődés a különböző események iránt. Hogyha most a vízilabdáról beszélünk, kijelenthetjük azt, hogy a magyar válogatott mérkőzésein teltház lesz a hajós úszodában? Igen, kijelenthetjük, és még azért vannak jegyek, tehát szeretnék mindenkinek a figyelmét szeretném fölhívni, hogy még nyugodtan próbálkozzanak, de nagyon-nagyon jó a jegyvásárlás. Nem csak Budapesten, hanem vidéken is rendeznek majd vízilabda mérkőzéseket, egészen pontosan Debrecenben, Sopronban, illetve Szegeden, vidéken is hasonlóan népszerűnek ígérkezik? Igen, tegnap voltam például Debrecenben a kis stábbal, és ott a kollégákat megnéztük, és mindenhol megfelelően voltak az építések, nagyon szépek a helyszínek, és VB pompában mutatják magukat, és nagyon jó érzés az, hogy tényleg megmozdultak a városban lévők, és országos szinten is mindenki, és tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki benne dolgozott, tényleg a legpicibb részlettől a legnagyobb szeletéig, mert ez egy tényleg egy csapat munka minden területen, és megmozdult az ország ezért a világbajnokságért, és nagyon örülök neki, mert nagyon szépen fölkészültünk rá. Nagyon jó ezt hallani. Mit kell tennie annak, aki mondjuk most kap kedvet ahhoz, hogy kimenjen valamelyik mérkőzésre? Én úgy gondolom, hogy a interneten meg kell néznie, és meg kell vásárolni a jegyet, és még azt tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy vannak még lehetőségek. Ugye, ami az előkészületeket illeti, elnök úr említette már, hogy azért már lassan befejeződnek. Ez azt jelenti, hogy tényleg most már ezek az utolsó simítások, vagy azért még haladunk a cél felé, de azért van még bőven teendő? Igen, azért van az utolsó simítások, mert a 18-a a kezdés, mínusz 3 nap, tehát készen kell lenni minden egyes létesítménynek. Itt természetesen vannak pici finom hangolások, de hát itt most már a logisztikán van a legnagyobb hangsúly, hogy a érkező csapatok és az itt lévő csapatokat hogy tudjuk A pontból a B pontba eljutatni, hiszen azért 180 nemzet sportolója van itt, nagyon komoly létszámmal, plusz a stábok, és csak egy kis színest, hogy például Szegeden edzőtáborozik a női válogatottunk együtt az amerikai csapattal, és akkor ők nem abba a városba fognak csoportmeccseket játszani, az amerikaiak Debrecenbe, természetesen a magyar hölgyek meg itt Budapesten, tehát például az onnan való eljutásuk már az, de ez csak két csapatról beszélünk, és 2016 csapatnyi csoporttal dolgozunk, és azért rengeteg olyan nemzet jött el nyilván akklimatizálódni, akik már itt edzenek hetek óta, az ő edzés lehetőségeiket is úgy meg kell oldanunk, hogy közben megépítettünk, tehát azért ez nem annyira egyszerű. Itt azért a kollégáimnak a megoldó képességére szeretném egy kicsit fölvinni a figyelmet, hogy tényleg nagyon-nagyon keményen dolgoznak a mai napig is, hát és nekünk most kezdődik majd az igazi látványos munka, hiszen amikor az első sípszó megszólal, akkor utána meg VB üzemmódban dolgozunk, és jóformán több milliárd emberhez fog eljutni a tévén keresztül a közvetítésen, ezért nekünk a tökéletesen kell, hogy minden egyes részlete működjön a VB-nek. Elnök úr említette itt az adás kezdete előtt, hogy volt olyan csapat, amelyik nemes egyszerűséggel otthon hagyta a csapatorvosát, tehát hogy ilyen nem várt problémákat is meg kell oldani. Igen, tehát volt
volt olyan, most nevet nem mondok a csapat meg nemzetet, de hogy tényleg, hát azért ez az élet hozza ezt, mondjuk egy átszállásnál például Párizsban maradt egy orvos, hogy a csapat az megérkezik X időbe, és utána rá mondjuk egy 6-8 órával később egy másik járattal megérkezik. Tehát őt is logisztikával utána kell vinnünk. Azért ezek egy ilyen pici dolgok, de azért itt, amikor több ezer ember van itt külföldről, azért ezek nagyon nagy hát nehézségeket is okozhatnak, de mi ezekre föl vagyunk készülve, hiszen azt el tudom mondani, itt az elmúlt időszakban az összes vizes sportágnak a szövetségi dolgozói és a különböző kluboknak a dolgozói, azok nagyon-nagyon rutinos világesemény szervezők, és ezért van az, hogy a Nemzetközi Szövetség folyamatosan ránk bízza ezeket a szép feladatokat. A hölgyek Szegeden, a férfiak Budapesten készülnek, a hölgyeknél holnap van kerethirdetés, a férfiaknál ma. Nem tudom, elnök úr, mikor találkozott utoljára a játékosokkal, akár a stábtagokkal, részükről mekkora már a várakozás a VVT-től? Hát mivel hogy a fiúk a Margit szigeten edzek, de hát a lányok is edzettek, azért itt nagyjából a szövetség székházához azért mindig egyszer-egyszer valamilyen formában eljöttek. Én itt jóformán napi szinten találkoztam, de nyilván edzésen nem kísértem végig figyelemmel őket. De azért ez nagy várakozás. A világ egyik legnagyobb sporteseményére lesz a kerethirdetés a mai napon a fiúknál, holnap a lányoknál. Azért az nagyon nagy megtiszteltetés, úgy gondolom egyáltalán, hogy válogatott mezt fölölteni valakinek, és az egy nagyon jó dolog, hogy egy hazai rendezésű világbajnokságon valaki játszik. Reális elvárás, reális célkitűzés az, hogy mindkét válogatottunk éremmel fejezze be ezt a világbajnokságot? Én annyiból módosítanám, hogy négy közé az a cél, tehát négy közé jussunk, és természetesen ez egy magyar vízilabdázónak mindig az a cél, hogy a legfényesebb éremmel térjen haza. Pláne, hogyha hozzátesszük azt, hogy mindezt hazai közönség előtt teheti meg mindkét válogatottunk, hogy egészen a közelmúltból van erről tapasztalatunk. Igen, az én szerintem egy sportolónak hazai közönség előtt egy világeseményen játszani, az a legnagyobb kihívás és a legnagyobb megtiszteltetés. Hát akkor nagyon-nagyon kíváncsian várjuk, hogy mire jutnak nem csak a vízilabdázók, hanem a magyar sportolók ezen a hazai rendezésű világbajnokságon. Várj Attilának, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökének. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt.